Örülünk, hogy elfogadták meghívásunkat. Mai nap 4, 5, 6, 8, akár 9 év után csupán 4 hónap választ el minket az érettségitől. Ez a hónap, ami ez a 4 hónap, ami előttünk áll, ez lesz a legnehezebb, legtöbb tanulás, odafigyelés igénylő időszak. Ez az időszak előtt szeretnénk visszaemlékezni erre a 4, 5, 6, 8, 9 évre. A hétköznapok minden bemutatásával, képekkel, videókkal. Fogadják szeretettel műsorunkat. Elsőként kérem, hallgassák meg Nagy Trisztán, ki Reményi Sándor Csendes Csodák című versét adja. Reményi Sándor Csendes Csodák. Ne várt, hogy a föld meghasadjon, és tűzni a jelszavonát. A mindennap kicsi csodái, nagyobb, titkosabb csodák. Tedd be kezed a szíved. Hallgass, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás, nem a legcsodásabb dolog. Nézd a sötét kék végtelenbe, nézd a szürke kis ezüst pontokat. Nem csoda, hogy árva lelket feléjük szárnyak pontokat. Nézd árnyakot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül elved. Nem csoda ez, s hogy tükröződni látod a vízben az eget. Ne várj meg a dolgot életedben. Kis hópelyek az örömök, szitáló, halk sziromcsodák. Rajtuk át Isten szól. Jövök. És most szeretnék egyből üdvözölni Önöket egy kis énekléssel. Valószínűleg ismerni fogják a dalomat. Az Induljunk érkezünk című evangélikus énekét szeretnék. Könnyű nekünk beszélni ezt azt,
nagy szavakkal egymást dobálni. De ő, kinek minden szavának meg annyi kis magnetofon zeng tele otthont, utcát, jövőt, ő felelősség nehéz vasával vértezve jár, s bártán nem érzi, hétköznapok nagy hőse köztünk. Szebb hónapok jobb embereért titkon vívott nehéz csatáknak ismeretlen ős katonája. Mikor fogunk szobrot emelni, s fogunk el magunkban lélekszobrászat. Először gondolom nem tudjuk egészen megköszönni azt a megint türelmet és tiszteletet és szeretet, amit kaptunk Önöktől, de ezt szeretnék így megelőzni Kránic Anna és Horváth Kata által írt kis eszközökkel. Sohasem felejtjük el a közösen átélt élményeket, ezzel lezárjuk az elmúlt éveket, ami alatt oly sok emlékkel gazdagodtunk. Egymás számára ismeretlenként érkeztünk, majd barátságok szövődtek, és most összekovácsolódott közösségek tagjaiként távozunk. Bízom abban, hogy lesz elég kitartásunk ahhoz, hogy elég álmainkat és büszkék lehetnek ránk tanáraink, hiszen az ő támogatásuk nélkül nem juthatunk volna eddig. Tisztelt tanáraink, köszönetet mondok mindannyiunk nevében, tudásuk lelkiismeretes átadásáért, a felénk áradó szeretetért és türelmükért, melyek segítették bennünket eljutni az előttünk álló feladatok leküzdésére. Ez a nap legyen még az önfelett ünneplésé, hiszen három dolog soha nem tér vissza, a kilőtt nyíl, a kimondott szó és az elmúlt nap. Kedves diáktársaim, szeretném a figyelmetekbe ajánlani a jövőtökkel kapcsolatban Steve Jobs alábbi gondolatait. Az időt véges, úgyhogy ne vesztegedj el arra, hogy valaki más életét éled. Ne engedd, hogy mások véleménye túlhasonlja a saját belső hangodat. De ami a legfontosabb, legyen elég bátorságod a szívedre és a megérzéseidre hallgatni. Ők valahogy már most is tudják, mivé akarsz válni valójában. És végezetül, ne felejtsük el, Isten segítségül hívásával az előttünk álló feladatokat sikeresen teljesíthetjük. Isten nem a félelem és a gyávaság szellemét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és az önfegyelem szellemét. Most pedig lenne, hogy van az egyik fő műsorszáma, ami egy igazából egy a mindalap, tehát a köznapok kis vidában. Van a könyve? És ha nincs, akkor egyest írok be, hogy a többi 50 koncertötösük sem fogja ellensúlyozni? Szerencség van a betyároknak. Na, majd legközelebb rajta kapom őket. Thank you.
azt hiszem megsikötültem a fél fülemre. Tetszett találni? Istikém, hát nem találok szavakat. Káprázatos volt. Hogyan felgöttél ennyit 8 év alatt, ez el sem hiszem. Ezért tripla ötös kapcsolatban. Ez szart találni. Többiek jövő órára ugyanilyen szépen készítettek föl. Petikém, gyere szeret, hát összeszt a kertékben, nem értem. Ó, micsoda erős kezek! Azt hiszem már ennyi elég volt belőlük. Így is átlagban, ők a legjobbjaim. Tiszta szívet című mesét, kekszegyüttes előadásában, kekszegyüttes.
épp aktuális, igazi sláger a 70-es évek. Nem értem. 6 generációra. Nehogy már most lehet. Nincs apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcső, se szenvedő, se csókom, se szerető. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset, 20 esztendőm, hatalom, 20 esztendőm eladom. Akkor jövő órán ebből felelünk, és akkor azt mondja, hogy csütörtökön 10 óra 35 percból találkozunk. Viszlát! Thank you.
Itt a nagy lehetőség. Most mutasd be semmi. Jöjjünk vele ki. Ez jó lesz. Na lássuk csak. Miután óra közben megkértem, hogy köpje ki a rágót, az távolról eléggé pusztustalan mozgón tette meg. A tényed az sem változtat, hogy eltalálta a szemetest elsőre. Kutatványának látványosan örült, és próbálta ünnepeltetni magát a többiekkel. Ez jó lesz. Még lenne 5 perc. Jó, akkor mire van be lehet adni? Tényleg, na sem baj, több is veszett Mohácsnál. Miért nem szóltál még dolgozat írás közben? Na, amit kiavítom őket, csináltak meg az 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es és 10-es talán. 1-es, 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 és... Na, ma végre nyugodtan a hát. Mi az idő? Hát szerint nem tudhatok befejezni. Úgyse fogják megírni. Biztán. Na, majd írnak belőle egy jó kis dolgozatot. Azt hitte, hogy faktosként nem felelhet. Megkapta a csalit. Azt hiszem, megvan a mai felelő. Na gut, dann 5 minus.
akkor még talán turizmus is lesz idejük a hétvégén. Nyugodj meg, Gyöngyi, elfogytak a passzok, mindenki tanulni fog, úgyis észreztél. Klári Viki mobilozik, hátsó sor nem figyel, de legalább az avatár jegyzete. Csak nyugodtan, ne veszítsd el a fejed. A kutya fája! Na, gratulálok, elveszítem. Megszólalni és beszélet mondani olyankor, amikor az ember feje kapcsolatban.
ki az a fiú, aki eredetileg nem is akart nemzetiségi tagozatra lőni, mégis az egyik legjobb diák az osztályban. Diáknak előtt több száz, talán ezer papírvirágot hajtogatott.
akinek mindegyik testvére a liceumban járt. Nagyon fontos számára a családja és a német gyökerei. Kicsit szelebúrgi kisfiú volt, a szemünk látára cseperedett komoly, céltudatos emberré. A 8 osztályos gimnáziumból került az osztálya az a lány, akinek az édesanyja és a bátyja is itt érettségizett. Rendkívül megbízható, az osztályért nagyon sokat vállalt, és mindezt közvetlenül természetesen szükségeknek. Ki az a fiú, aki nagyszerűen gitározik, gyönyörűen mond verseket, különösen németül. A filmpályázatunkból ő volt a diák főszereplő, és az egyik diáknapon a diák moderátor. Három nővér közül a középső, mindegyiküknek nagyon különleges a második keresztneve. Egyik legkedvesebb vendégkád róla, amikor az evangélikus templomban átölelte egyik osztálytársát, aki nagyon szomorú volt. Nagyon meleg szívű, sokat vigyáz a testvérére. Ki az a fiú, aki szintén a 8 osztályos gimnáziumból érkezett hozzánk. Három fiú testvére van, az egyiket tanítottam is. Több ifjúsági közösség tagja, szívesen szolgál másokat. És szeret focizni. Ki az a lány, akinek a vezeték neve egy német nyelvű országra utal, származása viszont egy másik. Az egyik diák, aki próbál tőli filmjében egy kocsmai felszolgálót játszott, és jól föltételt egy részek alapot. Egyszer náluk készített az osztály karácsonyra mézes karácsony. És végére jutunk. Ki az a fiú, aki 9. éve tanul a liceumban, és hogyha összeadjuk azokat az éveket, amelyik a két bátyjával együtt itt tanult, akkor 22 évek van. Nagyszerű sportoló, egyébként pedig hal és szúszat. Mi az a kollégista lány, akinek az öccse is vicista, szereti a lovakat, szeret énekelni, és én nagyon szívesen diáknapra ő tanította be a tánc koreográfiát. Nagyon mozgékony, sportos, és bocsánat meg, hogy ezt mondom, hogy amit biztosan megjegyzett, hogy úgy tüsszent tesz, mint egy kis cica. Igaz, ebben az iskolában nagyon sok idő eltelt.
és sok mindenről azt hiszitek, hogy már megtanultátok, de a tanulás egy életen át folytatok el. Életetek egy fontos döntéssel a pályaválasztás előtt álltok, mégis azt mondom, hogy mi idősek tudjuk, hogy ennél is fontosabbak az emberi kapcsolatok és a személyiségünk kibontakoztatása. Boldogok akkor lesztek, ha azzal foglalkoztattok, amihez szerencséget kaptatok, és ha olyan emberek lesznek titeket körül, akik hisznek bennetek és szeretettel támogatnak. Gazdagok pedig akkor lesztek, hogyha többet adtok másoknak, mint amennyit kaptok. Arany János szavai jutottak az eszembe, legnagyobb cél pedig itt a földi léten, ember lenni mindig, minden körülményben. És hogy a szó legmenesebb értelmében emberré váljatok, és azok is maradjatok, szeretnék átok hagyni útra való néhány gondolatot, amit utána nektek is adok egy politikban. Ügyelj gondolataidra, mert szavaiddá válnak. Ügyelj szavaidra, mert tetteiddé válnak. Ügyelj tetteidre, mert szokásaiddá válnak. Ügyelj szokásaidra, mert személyiségeddé válnak. Ügyelj személyiségedre, mert ez lesz a sorsod. Szívből kívánom, hogy sikerüljön megvalósítani álmaitokat, soha ne fáradjatok bele a jóba, és találjatok az életben igazi barátokra. És egyben tekintsétek kötelességeteknek, hogy figyelemmel kísérjétek egymás sorsát, és segítitek egymást, mert az élet nem véletlenül sodort titeket, minket egymás útjába. Szeretném kérdezni nektek a szavatokat, viseljétek büszkén, és gondoljatok az együttnektek és a mindenütt megőrnek. Thank you.
Köszönöm.